Ezt nézzétek meg, gyerekek, milyen szép eprek. Október közepén hihetetlen. Kóstoljuk meg, Zsófi. Kész egyet. Menj le az őnekről. Na. Kóstoljunk eprek. Milyen? Olyan, mint az ilyen extra aromás eperfagyi, hogy így még beletolnak extrát. Nagyon erős íze van. Édes is, zamatos is. A balban nagyon vizes, nagyon. Nagyon finom. Na, szedegessük a körtét. Először a földről, és utána a fáról. Le kell rázzuk, vagy levágyjuk. Bottal hozok egy létrát. Hát az oljáról le tudom várni egy ilyen, van itt egy ilyen 2,5-3 méteres pálca. Aztán létrát kell állítsak, és a tetejéről úgy verjem le. Jó sok van még fent, levelek már nagyjából lehúltak. Na, meg vagyunk a szürettel, szedtünk egy csomó almát, körtét, az összeset leszedtük, leráztuk. Itt van néhány zsák. Hát ez, amit elrakunk télire, ez olyan, hogy nem ütődött, nem sérült. Ezek goldenek, ugye a sárgák. Egy zsák tartós Gusztáv lett, és két kis zsák körtét viszünk télire. És a többi, amit leszedtünk, azt hát leráztuk a nagyját. Itt van egy jó nagy zsák, még négy kisebb zsák. Ez, hát mindenféle apró, meg enyhén sérült, ütődött. De persze a rosszakot nem rakjuk bele. Ebből almalevet fogunk préselni. Még lesz ilyen hullás, mi hullásalmának hívjuk ezt, amit alóla szedünk fel, meg lerázzuk a fáról, és úgy szedjük fel. Na, és itt van a körte. Lecsupaszítottuk, fel kellett menjek létrába bukós is, akkor egy ilyen körte fájbe üt, egy nagy kemény zöld körte, ez nagyon rosszul esik. Egy pár maradt csak a hegyébe. Nagyon nagyja lejött. Meg tehát négy cseber. Hány litresek ezek? 200, 150, 160 talán. Na, úgyhogy ebből pálinka lesz. És ennyi, sajnos nagyon kevés volt az idén az alma termés. Itt vagyunk Tórján Nyalgúsonyinál. Megnézzük, hogy hogy működik a... Hoztam egy néhány zsák almát. Sajnos nincsen sok az idén. De néhány zsákkal hoztam. Almalevet préseltetünk belőle. Na, itt ráöntik az almát, ez a kis futószallag beviszi ide a mosóba. Innen még egy futószallag tovább viszi az őrlőbe, ugye? Igen. És innen mi lesz tovább, nem tudom. Megy a Pécsbe. Igen. Itt a Pécs automattal folyamatosan megy. Hozzám tovább fog fogyni a lény. Igen. Itt pedig állóban jönni a kitrényesért alatt. Ebből mi lesz? Cefre, pálinka? Cefre, illetve állatoknak. Állatoknak, jaj. De állatok pálinka egyetlenül. Aha. És utána mi történik az almalével? Utána a szülőn keresztül gyűlünk a tartályba. Igen. Külön kliens, külön tartály között. Utána a partőzőn keresztül, mert társadalmat automata.
akkor kötjük alá. Megy. Zacskóba például. Hogy megedik a kapu. És a paszteurizálás során hány fokra melegítitek? 80, nem lájuk a autó. 80 fok. 80 fokra áll. És megöli a baktériumokat, ami elrontaná, ugye? Igen, hát a lakávízi rossz a dolgozító sereg. De nem teszi tönkre a vitaminokat? Igen, haladó kémiaként a bázis. És így nem tesztek semmi adalékot, semmi? Ez tiszta? Tiszta, sár, cukor nincsen benne, hát dolgozító sereg. Aha. Ja, nagyon jó. És az acskóban jobban eláll, mint a flakonba, ugye, jó? Jobban, neked is után, hát aki lehet fogyasztani, a flakonban így kétabban tárni azzal. A felnyitásról, igen. Aha. Nagyon fasz a berendezésetek van itt. Igen, látom a vivelájét. Almán kívül még mit préseltek? Céglát, morkot, az ami... Körtét szoktak-e hozni? Körtét is. Vírsalmat, ilyesmi. Vírsalmat. Jó. Amit nem tudunk mit csinálni, a szöllő, az a marketológia kéne a préselése. Aha. Lassú préselése az újra. Ha nem tudom, ha nem mindegy, akkor igen. Na, hogyha van gyümölcsötök, vagy céklátok, gyertek ide Tóriára, Sanyihoz. Hol talán, meg alsó Tórián, ugye? Alsó Tórián, igen. Ki van téve reklámban? Ki van téve a táblom? Na. Jó van, köszi Sanyi. Köszönjük szépen. Köszi. Na, itt van az almali, szépen frissen 3 literes zacskókba, 45 liter lett. Kilóra nem mértük, hogy mennyi alma volt, de olyan 70 kiló lehetett. Ja, azt mondja Sanyi, hogy általában ilyen 60-70% a jó almából kijön lé. Ez 150 lehet, 45 liter a kipréselése. Nagyon finom, és eláll egy évig is, még tovább is. Na, közben nekiálltunk beörülni a körtét. Itt van a kis örlőm, felraktuk az 1000 litres tartálynak a tetejére, és örögessük szépen. Na, kész is vagyunk az örléssel, elmostuk az edényeket, meg az örlőgépet. Most engedem bele a vizet. Azért, hogy lehessen kevergetni, és aztán lefedjük, és érlelődjön szépen. Hát az 1000-es nem telt meg, de egy olyan 3/4-ig. Na, még egyszer begyújtottam a nagy vasat, hogy halljam a szívverését. Sajnos motorozni most már nem volt idő, úgyhogy tesszük el télire, kiveszem belőle az aksit, letakarom. Viszem le az aksit a pincébe, vagy bevaló a házba, ahol meleg van. Na hát a múltkor elfelejtettem lefilmezni, hogy milyen szépen levágtam itt a füvet az udvaron. Azóta már egy kicsit megnőtt. De hát jó van az úgy, most még egyszer valószínű, hogy nem fogom levágni. Itt a tél hamarosan. Láttatok ilyen gombát? Nálunk felé gebegombának hívják. Nem egy kedvenc gomba itt az emberek körében, akit kérdeztem. Állítólag olyan nyálkás. Mit tudom, én nem ettem én még ilyent. Csak van egy csomó itt most a kertbe. Gondolkoztam, hogy megegyük-e, de lebeszéltek róla. Ja, inkább szokták így főzni ételekbe, zakuszkába, hogy ilyen. Meg eltenni savanyúságnak. Állítólag le kell mosni ecetes vízbe, és akkor nem lesz olyan nyálkás. Meg volt a betakarítás, meg volt a körtebeördés, meg van a cefre. Egy-két apróságot még csináltam a ház körül. Kapura kellett még egy tolózárat szerelni, meg ezt-azt itt a műhelybe, garázsba vettem. Pincébe ezt-azt még. De sok mindenre sajnos nem volt idő. Na, úgyhogy ennyi volt.